A hétvégén még mindig ismeretlen tettesek betörtek a művelődési központ épületébe és tetemes kárt okoztak a földszinten levő helyiségekben. Azóta nagyjából eltakarították az incidens nyomait. Nem is kell egyébként összeesküvés elméleteket gyártani ahhoz, hogy az ember mondjuk egy néhány esemény sorba illesse ezt, vagy erőltetetten ilyen etnikum közi karaktert adjon. Lehetne ezen gondolkodni, de nem érdemes. Itt az a megdöbbentő, hogy emberek ilyen rombolásra, értelmetlen rombolásra képesek. És csak remélni tudom, hogy ez éppen arra fog okot adni majd itt a város és az Egyesület együttműködésében, hogy újra gondolják ezt a viszonyt, a támogatást, az épület, a Magyar Egyesület működésének biztosítását. Hát csak remélni merem, hogy ez mindez jóra fordul.